Az ünnepi szentmisét megelőzően a Benyus család adott egy nagy sikerű zenés előadást, amelyben az összes családtag szerepet vállalt. Ahogyan Benyus Sándor televíziónak elmondta, népes családjuk minden tagja, amely 10 gyermeket, meg annyi unokát, több dédunokát, férjet és egyéb hozzátartozót számlál, összesen 69 fő játszik valamilyen hangszeren. A családunk igazából onnan indul, hogy volt egy feleség és volt egy férj, aki a Jóistenre bízta az egész életét, minden dolgukat, szegénységüket, mert abban elég szegények voltak, szegénységüket, ők úgy érezték, hogy azt a hiányosságaikat, amiket éreztek magukban, és oda bízták a szűzanyára, ahogy a Szent István is felajánlotta a koronát a szűzanyának, ők is az egész életüket, gyermekeiket úgy voltak, hogy amennyit a Jóisten ad, azt örömmel elfogadják. Innen indult az egész, és ebből a igenekből, egymásra mondott, újra kimondott igenekből születtek a gyermekek. Fontosnak érezték, hogy a ima, a közös ima mellett, a közös esti imák mellett, amik a családnak a lelki tartását adta, a zenei műveltséggel, vagy a zenének, amit tud adni pluszt az embernek a lelkéhez, azt minden gyermeküknek meg tudják adni, és nem sajnáltak se időt, se fáradtságot azért, hogy minden gyerek megtanuljon egy hangszeren, és még mellette még tehát mondjuk egy hegedű, vagy fagot, vagy bármi, és egy zongorát, hogy tényleg a zenei műveltségük, meg a zenei tudásuk az meglegyen. És a Jóisten megáldotta ezt a odaszánást, ezt az erőfeszítést, és gyakorlatilag mindenki megtanult annyira a hangszerén, művészi szinten tanulni, hogy bekerültek főiskolára, egyetemre, és mindannyian elvégezték a zeneművészetit. 10 testvérről van szó, mindegyik zenetanár, vagy koncertező, muzsikus, akár zenekarban, vagy akár szólón is. És akkor utána ennek a 10 testvérnek lettek a házastársai, és a házastársak is bekapcsolódtak valamilyen formában, akár énekükkel, akár hangszeres tudásukkal is ebbe a kis közösségbe. És ahogy születtek a gyerekek, akkor ők is valamilyen formában, hát eleinte csak éneklésükkel, csak, azt úgy zárójelben mondom, hogy csak, mert az éneklés ez egy nagyon értékes és egy nagyon fontos dolog. És utána már hangszerekkel is. Sokszor úgy volt, hogy a testvérünk tanította valamelyik gyereket, akár csellóra, hegedűre. Na mindegy, az a lényeg, hogy ők is megszerették a muzsikálást, az együtténeklést. Előadásaikban az Istent, a családot és a hazaszeretetét tartják szem előtt, csak úgy, mint annak idején az államalapító Szent István királyuk. Számukra fontos mindez, hiszen egész életüket ez járja át. Itt nagy csodának élünk meg, hogy egybe van a család. Habár szanaszét élünk, akár Gödöllőn, vagy Budán, vagy Délpesten, vagy akárhol, hála legyen Istennek, hogy mai napig a 10 testvér még szokott együtt próbálni hetente, és akkor, hogyha vannak ilyen felkérések, akkor annak örömmel tesznek eleget. És most már a unokák is bekapcsolódnak, hogyha olyan felkérés érkezik, és olyan boldogság nekünk látni, hogy ez a népes család együtt tud valami szépet adni azoknak, akik ezt szívesen hallgatják. Az is áldás, hogy most itt ezt a szolgálatot elvégezhetik, hiszen Zsolt atyával évekkel ezelőtt találkoztak, és akkor vált mind a kettőjük számára teljesen egyértelművé, hogy még látják egymást. Ennek a megismerkedésnek az eredménye a mai koncert, mondta Benyus Sándor, a zenekar vezetője. A Zsolt atya, amikor még velünk találkozott, Tarjányi Zoltán meghívása alapján voltunk ott azon a emlékezetes napon, akkor úgy egymásra találtunk, úgy megkedveltük egymást, ahogy beszélgettünk, és most, ahogy volt az ezüst miséje, úgy most neki egyre ilyen erősebben élt benne a vágy, hogy egyszer meghívjon minket. Hát most jött el az az alkalom, amikor úgy minden szépen összejött, és hát olyan szeretettel fogadott minket,
hogy ennek a szeretetnek nem lehetett ellenállni, úgyhogy most itt voltunk, és reméljük, hogy nem csalódott se ő, se a karcagi hívek, akik itt voltak és hallgattak minket. Előadásukban többek között Erkel és Brahms dallamai csendültek fel. A kellemes hangulatú koncert méltán megadta a keretet a Szentmise programjának folytatásához.